ma tartották Brüsszelben a NATO Ukrajna Bizottság miniszteri szintű ülését. Az Észak-Atlanti Szervezet főtitkára a magyar ellenkezés ellenére hívta össze az ülést. Szijjártó Péter korábban arról beszélt, hogy a lépés sérti a NATO egységét. Magyarország tudomásul veszi a döntést, de hazánk abban érdekelt, hogy a háború minél előbb véget érjen. A külgazdasági és külügyminiszter részt vett a mai tanácskozáson, majd tájékoztatót tartott az ott történtekről. Ezt láthatják most. Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntök mindenkit, tiszteltel köszöntöm az M1 és a hírtelevízió nézőit, valamint mindazokat, akik a Facebookon követnek minket figyelemmel élőben. Brüsszelből jelentkezünk, de ezúttal nem az Európai Tanács, hanem a NATO központjából, hiszen néhány órával ezelőtt vette kezdetét a NATO külügyminiszteri tanácsának másfél napos ülése. Azok után, hogy Finnország Hivatalosan is csatlakozott a NATO-hoz, egy NATO-Ukrajna bizottsági üléssel kezdtünk. Ugye ez az a bizonyos ülés, amelynek összehívására hat esztendőn keresztül nem került sor tekintettel a magyar álláspontra. A végén azonban olyan mértékű nyomás nehezedett a nato a főtitkára, hogy a változatlan magyar álláspont dacára is kénytelen volt összehívni ezt a bizottsági ülést, saját hatáskörben eljárva. Mi azt gondoljuk, hogy ez a döntés súlyosan sértette a NATO egységes és egyhangú döntéshozatalra vonatkozó általános megközelítését és szabályrendszerét, de természetesen tudomásul vettük a döntést, és én magam is részt vettem. Ezen az ülésen, amelyen tehát ott volt Ukrajna külügyminisztere is. Ezen az ülésen meglehetősen harcias nyilatkozatokat tettek a tagállamok külügyminiszterei. Katonai győzelem, fegyverszállítások, alapvetően ezek a szempontok hangzottak el. Békéről meglehetősen ritkán volt szó, kevés felszólaló beszédében lehetett ezt a kifejezést felfedezni, hallani, vagy ha el is hangzott a béke kifejezés, akkor is valami fajta feltételekről volt inkább szó. Tehát Magyarország álláspontja itt a NATO-ban is kifejezetten egyedi abból a szempontból, hogy a béke hangján szólunk, nem a háborús retorikát erősítjük, hanem békét szorgalmazunk. Ugyebár egy szomszédos ország képviseletében nyilvánvalóan, hogy a béke iránti álláspontot és elkötelezettséget hangsúlyozzuk. Ugye Magyarország szomszédos országként több mint egy millió menekültet engedett be feltétel nélkül Ukrajnából. Több mint 1300 magyar óvodába és iskolába járnak ukrán menekült gyermekek és diákok. A háború hatásai súlyosak és azonnaliak Magyarországon. Ugyanakkor erőnkön felül támogatjuk Ukrajnát humanitárius segélyekkel, sőt, már most részt veszünk az újjáépítésben iskolák és kórházak működésének, felújításának támogatásával. És persze, amikor mi beszélünk itt, akkor azt egy olyan nemzet képviseletében tesszük, amelynek tagjai meghalnak ebben a háborúban, hiszen a kárpát élő magyar nemzeti közösség soraiból is nagyon sok magyart soroztak be az ukrán hadseregbe. Láttuk, hogy jó néhány alkalommal, meglehetősen brutális eszközökkel került sor a sorozásra. És bizony azokat a magyar nemzetiségű embereket nagy résztel is viszik a frontra, és közülük sokan sajnos meg is halnak. Tehát mi valójában átérezzük azt, hogy most a legfontosabb feladat az, vagy az lenne, hogy ember életeket mentsünk meg, és teljesen egyértelmű, hogy ember életeket csak békében, békével lehet megmenteni. Ember életek megmentése a háború súlyosbításával lehetetlen. És nem is fogunk leállni a béke szorgalmazásával, hiába is tesznek ránk nyomást, hiába is támadnak minket emiatt. Nagyon egyszerű, a béke jó dolog, a háború rossz dolog. Ezért mi a béke mellett kiállunk a jövőben is, és, és támogatunk minden olyan erőfeszítést, amely arra irányul, hogy értelmes tárgyalások induljanak meg egy fenntartható, hosszú távon stabilitást adó békéről. Mi a kínaiak Előterjesztését, a kínaiak béketervét is kifejezetten egy olyan előterjesztésnek, egy olyan elképzelésnek tartjuk, amelyről érdemes tárgyalni, amely elvezethet oda, hogy a mi térségünkben, Közép-Európában újra beköszönt a béke. És sajnos a mai felszólalások hallatán. És azt kell mondjam, hogy egyáltalán nem túlzás arról beszélni, hogy egy újabb globális háború, egy világháború kitöréséhez még soha nem voltunk olyan közel, mint most. Egy harmadik világháború kitörésének kockázata minden eddiginél nagyobb. Ezért mi magyarok ismételten aláhúzzuk annak a NATO döntésnek az érvényességét, amely szerint a NATO nem résztvevője ennek a konfliktusnak, és azt a NATO döntést is folyamatosan hangsúlyozzuk, amely úgy szól, hogy mindent el kell követni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy közvetlen NATO-Oroszország konfliktus, hiszen egy közvetlen NATO-orosz konfliktus az egyértelműen újabb világháborúhoz vezetne. Ezért rendkívül fontos, hogy ezek a döntések még mindig érvényben vannak mármint hogy el kell kerülni a nato konfliktust, és a NATO nem része a, részese a háborúnak, és minden egyes döntés, ami jövőben itt születik a NATO-ban, tiszteletben kell, hogy tartsa ezeket a döntéseket, és meg kell feleljen ezen korábbi döntéseknek. Nos, a főtitkár és néhány külügyminiszter kollega említette, hogy milyen fontos a nemzeti kisebbségek, a nemzeti közösségek jogainak tiszteletben tartása. Hálásak is vagyunk a horvát, a kanadai és a török valamint a görög kollégának, akik ezt a kérdést felvetették, és személyesen a főtitkárnak is, aki a nyilvános felszólásában is kitért erre, még ha csak röviden is. De ugye a helyzet az az, hogy 2015 óta a magyar nemzeti közösség jogait szisztematikusan nyírbálják Ukrajnában. 2015 előtt a magyar nemzeti közösségnek egyértelmű joga volt az anyanyelven történő tanuláshoz. 2015 óta ezt a jogát a magyar nemzeti közösségnek és több más kisebbségi léthez kapcsolódó jogot folyamatosan elvettek tőlük, és most szeptember 1 a jelenlegi jogszabályok szerint a kisebbségi iskolák működése is ellehetetlenül. 99 magyar alap- és középfokú iskola működése kell, hogy megszűnjön ebben a formában, sőt az egyetemektől is elvették a tanítási nyelv megválasztásának jogát, ez két magyar tannyelvű egyetemet érint, tehát 99 általános és középiskola és két egyetem működése kerül veszélybe. Mindez akkor, amikor Magyarországon 1300 iskolában és óvodában adtuk meg a lehetőséget arra, hogy ukrán gyermekek és diákok tanulhatnak minden támogatásunkkal együtt. Nyilvánvalóan ez egy elfogadhatatlan helyzet a számunkra. A nemzeti kisebbségi jogok ilyen, történő, ilyen módon történő megsértése nem tesz alkalmassá egy országot arra, hogy az európai vagy az euróatlanti integráció útján tovább tudjon menni. Ezért világosá tettem, hogy mindaddig amíg Ukrajnában vissza nem adják a magyar nemzeti közösségnek, a kárpátaljai magyarságnak azokat a jogokat, amelyekkel 2015 előtt már rendelkeztek, mi semmilyen integrációs döntéshez és törekvéshez nem fogjuk adni a támogatásunkat Ukrajna vonatkozásában. Tehát tőlünk csak akkor várjanak támogatást az ukránok integrációs folyamataiban, hogyha a 2015 előtt létezett jogokat a magyar nemzeti közösségnek visszaadták. Amíg ez nem történik meg, addig mi semmilyen integrációs lépést, semmilyen integrációs előreadást, semmilyen integrációs döntést nem fogunk támogatni Ukrajna vonatkozásában. Ez egy világos pozíciónk, erről tudhat mindenki. Senki nem hivatkozhat rá, hogy ez meglepetés vagy derültékből villámcsapás lett volna. Mi ki fogunk állni, mint ahogy eddig is kiálltunk mindig a kárpátaljai magyarokért, ki fogunk állni a jogaikért ezt a mai ülésen is világossá tettem. Ez történt tehát a mai napon itt, holnap folytatódik a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése, két munkaülésünk lesz, az elsőn a Vilniuszi csúcs találkozóra történő felkészülés lesz napi a másodikon pedig itt lesznek velünk a csendes óceáni partnereink is, az Ausztrál az új-zélandi kollega, akikkel majd lehetőség lesz megvitatni a NATO és a csendes óceáni partnerek közötti együttműködést.